Nagy öröm számomra, hogy sor került az erre a mai estére, hiszen annak idején, amikor én Judittal először találkoztam, míg az idegen nyelv fortiai próbálta belém táplálni, hát mondanám, hogy nagyobb, nem kisebb sikerrel, de nagyon jó tanára volt ennek ellenére, és ami külön öröm volt számomra, hogy ezekkel az alkalmakkal azért mindig beszélgettünk az élet nagy dolgairól, és hát mindig igyekeztünk egy kicsit egymásra szabad így fogalmazom, és remélem nem fogom megsérteni, kicsit támogatni. És egyik ilyen beszélgetés alkalmával Judit említette nekem, hogy ő egy nagy utazásra készül, és várhatóan ez könyvformában is meg fog jelenni. Én akkor eldöntöttem, és akkor beszéltünk arról, illetve talán el is döntöttük, hogy ha ez a könyv elkészül, akkor itt Felső Zsolcán mindenképpen helyet adnék ennek a könyv bemutatónak. Hál' Istennek elérkezett ez a mai este, Judit itt ül velünk, és hamarosan ismerteti ezt a könyvet, úgyhogy én nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Talán még annyit előjáróban el lehet mondani, hogy én úgy gondolom, hogy egy folyamatnak a kezdete, hiszen hamarosan egy-két év múlva egy újabb könyv bemutatóra kerül sor, sőt ezt követően további Felső Zsolcához szorosan kötődő írók fogják műveiket bemutatni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az első alkalom. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta Judit a meghívásokat, és a mai estére mindenkinek egy tartalmas időtöltést kívánok. Köszönöm szépen, hogy szolgálatot kívánok. Nagyon sok diáknak középiskolai angol tanárként segítettél abban, hogy magabiztosan megszólaljon angolul, és nem csak diákoknak, hanem látjuk, hogy felnőtteknek is. Coachként pedig támaszt nyújtottál és utat mutattál néhány megrekedt élethelyzetben. 2020-ban miniszteri elismerő oklevelet kaptál pedagógusként a kiemelkedő munkádért. Mikor döntötted el azt, hogy pedagógus leszel, és voltak-e példaképeid? Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek, és még mielőtt válaszolok a kérdésedre, külön hálás vagyok azért, mert rengeteg barát, ismerős, rokon, tanítvány szülei, volt osztálytársak és új barátok ülnek itt most a nézők között, és ez nekem nagyon sokat jelent. Azt, hogy én mikor szerettem, vagy mikor döntöttem el, hogy pedagógus leszek, ezt, hogyha most tényleg az elejéről kezdeném, akkor nagyon hosszú lenne a sor, mert az angol mellett azért nekem a zene, az énekzene nagyon fontos szerepet játszott az életemben, és megmondom őszintén, a saját családom nem értette azokat a kanyarokat, amiket én ebbe még a 18. életévem előtt belevittem. Két út állt előttem a gimnázium végén, az egyik, hogy pszichológus szeretnék lenni, a másik pedig, hogy általános iskolai tanító. Családi vonás, a családi örökség miatt úgy, hogy a szüleim, a nagymamám, mindenki pedagógus, emellett a pálya mellett tettem le a voksomat. Viszont ahogy hallottuk most az előbb, azért ezeken az órákon nagyon sokszor másról is van szó, és szükség van egy kis lélekápolásra, úgyhogy így jött a másik szakma, hogy coach legyek. Ez is körülbelül 10 éve egy jó nagy varga betűvel, de sikerült megvalósítani. Hogy vannak-e példaképeim? Most már felnőtt fejjel természetesen azt mondom, hogy a családom, hiszen amikor kamaszként, aztán fiatal felnőttként még lázadunk, én azt gondolom, hogy nagyon kevesen tudjuk ezt értékelni. Most érzem azt, hogy az a családi örökség, az a rengeteg közös utazás, az, hogy olyan lakásba mentem haza, hogy tömegével voltak könyvek, ez alapvetően meghatározta az életemet. Úgyhogy mindenképpen azt mondanám, hogy a szüleim és a nagyszüleim, akik neveltek. Így van, nagyon fontos a családi értékrend, és nagyon fontos az, hogy a család támogassa azokat a terveinket, utainkat, ahol elindulunk. Minden gyermek életében nagyon fontos a család, és úgy gondolom, hogy meghatározó az iskola, és meghatározó a pedagógusnak a szerepe is. Én úgy tudom, hogy neked fontos az, hogy jó kapcsolatot, jó partneri viszonyt alakíts ki a diákokkal, és ennek van egy titka, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan szoktad ezt tenni. Ezen sem gondolkoztam még soha, hogy van ennek titka, amiben biztos vagyok, hogy mindig partner a gyerek. Tehát nagyon, nagyon fontos
azt megoldani, és azt a légkört kialakítani az iskolában, hogy a gyerek azt érezze, hogy itt partneri viszony van, nem alá fölé rendeltség. Nem hiszek abban, hogy az iskolában a hierarchiát be kell tartani, de azt azért hozzáteszem, hogy a cipésznek és a cipője lyukas, ez otthon már nem mindig valósul meg, hogy ezek azért ilyen simán menjenek. Remélem nem haragszik a fiam, hogyha elmondom azt a mondatát, és tényleg ez mindent elmond, amikor egyszer felháborod magad, hogy tudod-e, anya, hogy milyen egy angol tanár anyával együtt élni. És akkor csak azt tudtam mondani, hogy tökéletesen tudom, mert az én anyukám is angol tanár. Tehát, hogy ezt így értem, de nyilván nehéz letenni dolgokat akár otthon is, viszont a munkám nagyon sokat segített abban, hogy a felnövekvő gyermekeimet más szemmel is lássam. Nem csak tanítottál, hanem a lelkeket is ápoltad. Igen, ez igaz, így igen. Fontos-e emberként, pedagógusként, vagy a munkádban, hogy legyenek sikerek és az elismerés? Nehéz kérdés. Az elismerés, mint például, amit említettél is most, a miniszteri elismerés, én azt gondolom nem csak nekem szól, hanem tényleg azoknak, akik az én utamat egyengedték annak idején. Nagyon jól esett, de ilyen elismerésekre nem feltétlen vágyom. Sokkal fontosabb az, hogy, és akkor megszólítom Vikit, aki majd olvasni fog, hogy mondjuk ő volt életem első tanítványa, magántanítványa, és az sem ma volt, tehát azért annak is lassan 3 évtizede, ilyeneket nem mindig mondom, de körülbelül igen, szóval, hogy az az elismerés, hogy mondjuk ő itt ül, vagy az, hogy tényleg szülők, tanítványok itt ülnek, és nekem ez számít. Ez a fontos, vagy az, hogy megkeresnek évek után is, ez az elismerés. Így van, én is így gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a visszajelzések, a visszacsatolások. Mit jelent számodra a tanulás? Mert tudom, hogy nagy tudásvágy van benned. Mi az, ami még érdekel téged? Nagyon sokáig azt hittem és azt gondoltam, hogy az iskolában lehet minden és tanfolyamokban lehet minden tudást megszerezni. Rengeteg pedagógus társammal együtt én azt gondolom, hogy tapétázhatnánk a papírjainkkal, amiket mi összetanultunk, ismereteket összegyűjtöttünk. Nem olyan régen adtam én ezt föl, hogy gyűjtsem a kemény fedeles papírokat, és most már azt mondom, hogy a felnőtt beszélgetésekből, a tartalmas együtt töltött időből, az olvasmányokból, vagy akár az olvasmányoknak vagy olvasmányok tartalmának a megbeszéléséből sokkal többet tanulok. Most nem tervezek már tanulni. Van bakancslistád? Igen, van. Annak a bakancslistának tulajdonképpen a kis pipái, az utazások, a könyv. Van még rajta bőven mit kipipálni, viszont újakat már nem írtam hozzá. Jó ideje. És egy álmod teljesült most, megjelent a Teli Hold című könyved. Mikor született meg az az ötlet, hogy könyvet írsz, vagy könyvet akarsz írni? Amikor a bakancslistát megírtam, ami körülbelül 9 éve volt, akkor arra felkerült, hogy megírjam a történetet, ami bennem van, konkrétan így jegyeztem föl. Azt, hogy ez most történt meg, illetve hát ugye tavaly, ez sem a véletlennek köszönhető. Az első nagy utazásomon 2017-ben a számomra közel állók számára a közösségi oldalon egy kis csoportban minden nap leírtam, hogy mi történt velem, hogy éreztem magam, és ehhez töltögettem fel a képeket. És amikor ezeket visszajelezték, akkor tulajdonképpen már formálódott, hogy ezt valahogy egy könyv formájában össze kellene hozni. És hát a 19-es, egy picivel nagyobb utazás, aztán ennek a végére tett egy pontot. Eszter utazása a története egy önismereti utazás, amiben beleszőtted az utazásaidnak az élményeit. Mit jelent számodra az utazás? Azt tudjuk, hogy nagyon szeretsz utazni. Szeretek utazni, akár a gyerekekkel, akár barátokkal, de legfőképpen önzően egyedül. És nem csak itthon, hanem tényleg messzire is. Az utazás, hogyha egy szóval kellene jellemeznem, akkor mindent. Tehát akkor és ott bármilyen furcsa és nehéz ezt megfogalmazni, de a felelősség az eltűnik,
az, amit a mindennapokban, akár otthon, a családban, a munkahelyen helyt kell állnunk, onnantól kezdve magamért vagyok felelős, és az teljesen más. Tehát olyan szabadságérzetet ad, amit én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kellene tapasztalnia. És hát az, hogyha egyedül utazom, akkor tényleg rá vagyok utalva az ottaniakra. És nekem az utazás azt is jelenti, hogy megismerem a másik kultúrát, más népeket, megnézem, hogy élnek tényleg, tehát hogy a mindennapjaikban egy picit belelátok, bekapcsolódok, és aztán meglátom, hogy ezzel mit tudok kezdeni, amikor hazajövök. Ezek új dolgok. Általában az új dolgoktól félni is szoktunk. Van egy ilyen küszöbb félelem. Nincs. Nem igazán tartok ezektől. A legutóbbi utamnál azért, amikor Kambodzsába indultam, akkor az egyik nagyon kedves barátom kitágult pupillákkal kiabált, hogy ezt hogy képzelem. És megmondom, hogy egy percig nem volt bennem félelem. Amikor hazajöttem, akkor azt mondom, hogy úgy átgondoltam, hogy a betyárját. Ezt hogy tudtam végigcsinálni, meg nem fordult a fejemben út közben, hogy én féljek. Hidak, csodálatos építmények, amelyek összekötnek túlparttal, összekötnek helyeket, láthatatlan hidak, amik kapocsként működnek emberek között. Emberek, akik lehet, hogy végigkísérik az egész életünket, akiktől tanulunk és akiket tanítunk. Mi is az a híd számomra? Elsősorban most az a válaszom így, hogy most tényleg Viki felolvastam, és ide azért beszúrnám azt, hogy mikor készítettem a három videót, vagy a képeknek a gyűjteményét, azért megérintett nagyon-nagyon sok minden. Az építészeti értelemben mondanám most a hidakat, de hát ugyanezt tesszük emberként is, tehát egyik pontból megyünk át a másikba, és soha nem tudjuk, hogy alattunk tényleg mi van, ahogy leírtam, a hőmpölygő mélység, és esetleg kiszáradt mondjuk folyómeder, és csattanás a vége, vagy esetleg elmerülhetünk a habóban, és támasztra találunk, akár a vízben, ugyanúgy az emberekben is. Nagyon fontos szerepet töltenek be az életünkben. Én azt nem mondanám, hogy emberek a hidak, inkább azt mondanám, hogy életesemények közötti időszak, amikor vagy szépen átsétálunk rajta, vagy lehet, hogy egy kicsit nehézkesebb, vagy esetleg hosszabb az a híd. Látjuk, hogy ez a könyv utazás lelkeken és tájakon keresztül. Merre utaztál, és miért mind ezekre a helyekre utaztál? Ázsiamániás vagyok. A kelet nekem nagyon nagy szerelem. Egyik utazás sem volt véletlen. Nepálban volt egy kapcsolat. Egy nepáli fiatalember Székesfehérváron ősült, és azzal foglalatoskodott még itt a lezárások előtt, hogy magyar turistáknak segített a Nepált, az országot fölfedezni, és az ő segítségével utaztam én oda. Majdnem ugyanígy jutottam el Tájföldre és Kambodzsába. Tájföld nem volt cél, Bangkok cél volt. Viccesen azt szoktam mondani, hogy két dolgot nem szeretek, a meleget és a tömeget, ezért választottam Bangkokot, mert ott egyik sincsen, se meleg, se tömeg. Kambodzsába szerettem volna menni, de ha már ott vagyok, akkor legalább valamerre még megyek el egy kicsit, mert jöjjek gyorsan haza. Borzasztóan vonz az az egyszerű élet, ahogyan nagyon sokan keleten élnek. Nyilván most általánosítok, és nem mind a három országra egyöntetően érvényesek ezek, de az, hogy több ezer méter magasan tudnak együtt élni, együtt dolgozni. Zárójelben mondom, van wifi mindenhol, tehát hogy azért lehet még az alaptáborból is nyugodtan haza a családnak küldeni fotókat. Ettől függetlenül az életüket nem azt határozza meg, hogy hazaérek, és akkor nem tudom, a PlayStation-t, a TV-t, vagy nem tudom, a tabletet kapcsoljam be. Tehát ők beszélgetnek, együtt vannak, esténként táncolnak, és ez a fajta életmód az, amire én azt mondom ennyi idő után, hogy meg kell tapasztalni, nekem pedig szükségem volt arra, hogy azt a nyüzsgést, azt a pörgést, azt a fajta gyors tempós életet, ami itt van, azt én magamnak tudjam egy picit csitítani, vagy csendesíteni. Nem akartam én sosem ott maradni, mindig terveztem, hogy hazajövök, de tudom azt, hogy itt tudom ötvözni az ő nyugalmukat, és talán ezért vonz ennyire Ázsia.
Illetve itt, hogyha tényleg a képeket sikerült nézegetni közben, azért úgy összeválogattam, hogy ott volt a kislány a képen, ott volt a család a képen, és tényleg nincs mosogatógép, nincs semmi, raknak egy pici tüzet a döngölt padlón, és azon gyönyörűen meg lehet a lábaskába főzni annyit, amennyit elfogyasztanak, és nem kell hűtőszekrény sem. Ez miért az nem tudok így élni? Hát mert itt ezt már most mi nem tudjuk megvalósítani, tehát azért az élet eltöbörgött velünk, és én is itt vagyok. És nekem is van hűtőm, meg minden csupa jó. De azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatnánk tőlük. Illetve nyitottabbak is lehetnénk mindannyian egy picikét arra, hogy lehet egyszerűbben élni. Tehát nem kell halmozni dolgokat, nem birtokolni kell, hanem megélni ezt az életet. És hogyha körbevesztjük magunkat sok mindennel, azért akkor ez nem biztos, hogy fog menni. De egyszer eljön a pillanat, amikor csomagolni kell és haza kell jönni. Milyen érzés, amikor hazaindulsz? Ma már sokkal könnyebb, ezt most így mondanám. Utalhatok pár dologra? Tehát Zoli, aki Péter itt ül, akihez 2010-ben én kimentem Londonba, és ő tudná elmesélni, hogy milyen állapotban mentem, és hogy sírtam aznap délután, amikor már tudtuk, hogy indul a repülőm, de cserébe bevitt egy sushi várba, amit azóta sem tudok kerülni, tehát ezt a szenvedélyt ezt tulajdonképpen tőle örököltem. Akkor nagyon nehéz volt hazajönni, most már könnyebb. Nepálba, amikor mentünk, akkor nagyon sokszor megkaptam azt a kritikát, hogy az augusztusban vásárolt repülőjegyek, amik a következő év márciusára szóltak. Akkor ezt az időszakot én azzal töltöttem, hogy azon dolgoztam, hogy nekem haza kell jönnöm. Nem tudtam, fogalmam nem volt sok mindenről. Nyilván olvastam, ahogy ezt beszéltük, hogy azért elolvastam néhány könyvet. Egy kis történelem, egy kis útikönyv. De valahogy azt éreztem, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz az első keleti utazás után hazajönni. És azért azt én meg is szenvedtem rendesen. A hazaérkezésünk utáni első közös baráti vacsorán én azt gondolom, hogy nem szólaltam meg. Tehát ott ültem a kis társaságomban a barátokkal, és nem tudtam beszélni. Ez eltartott egészen sokáig, az útról nem is meséltem, én azt, ha jól emlékszem, egy fél évig. Tehát az a tizenpár nap annyira mély nyomot hagyott, és annyira nagy volt a szakadék, a két kultúra, a két betanult viselkedésforma, életmód és minden egyéb között, hogy azt nagyon nehéz volt feldolgozni. Sok változás is történt ott az életemben utána. Most már azért egyszerűbb volt a hazaút. Tapasztaltabban egy kicsikét. Látjuk, hogy az élet nehéz döntéseknek a sorozata. Döntenünk kell, amikor döntés előtt állunk, akkor a félelem és a szeretet között. Melyik utat válasszuk? Miért ragaszkodunk annyira megrögzött dolgainkhoz, a megszokott tárgyakhoz, emberekhez? Ügyesen válogattad a kérdéseket. A félelem azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkit mozgat. Most mondhatnám nagy mellénnyel, hogy nem félek semmitől. Az az igazság, döntéshelyzetben én már nem szoktam ezen agyalni, hogy most van-e időm félni, hanem egész egyszerűen dönteni kell és megyek. De nagyon jól tudom, hogy nagyon sokan félünk a létbizonytalanságtól, a betegségtől, hogy elvesztünk hozzánk közelállókat, családtagokat, barátokat, különösen a mostani helyzetben, vagy akár a haláltól. Óvatosan fogalmaztam, hogy vannak gyerekek, de valóban, tehát hogy félünk, igen, tehát hogy félünk a haláltól, az elmúlástól. Most erre pedig azt mondom, hogyha tényleg teljes életet élünk, hogyha igyekszünk a vágyainkat megélni, azokat az álmokat, amiket mi kitűzünk célul, akkor azért tenni minden nap és ezeket elérni, akkor nem lesz mitől félni, mert azt mondhatjuk, hogy teljes életet élhetünk. Amikor, ugye nekem édesanyám most itt van, amikor apa meghalt, akkor nagyon furcsa, mert ugye az ő betegsége felkészített arra minket, akik ott körülötte voltunk, hogy el fog menni, tehát tudtuk, hogy mi a vége, és hogy a záros határidőn belül bekövetkezik, akkor nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy akkor mit kell változtatnom az életemen ahhoz, hogyha aznap vége van, akkor nekem ne legyen semmilyen
hiányérzetem, ne bánjak meg semmit, és azóta tulajdonképpen így élek. Tehát ha bármi történne velem ma is, ezt mindig el szoktam mondani, vagy bárkivel most, aki hozzám közel áll, akkor azt mondom, hogy nyugodt szívvel lépnék bárhová, mert hogy nincs bennem félelem. A birtoklás az egy másik dolog, amit említettél, nagyon-nagyon nehezen engedünk el embereket, érzéseket, ezek mind gyerekkorból jönnek velünk. De ezeket lehet gyakorolni? Lehet, de nagyon sok munka. Szitakötők. Pirosak, kékek, zöldek. Az apró állatai már a maják idejében is fontos szerepet töltött be, hiszen nem másnak, mint magának a kreativitás istennőjének volt a szimbolikus állata. A történet szerint a szitakötő szárnyai életették újra isert varázslatos dallamukkal, amikor majdnem megölték. Nem győzte őket fotózni a nap során. Szerette és figyelte őket bármerre is járt. Könnyedek, légiesek voltak, mint mindig. Öröm volt nézni, hogy röpködtek a másodperc, történtek valamit. Tudta a szitakötő az átalakulás, a változás szimbóluma. Összekötötte őt a természet szellemével. Olvasott egyszer egy mondást. Amikor megpillant egy szitakötőt, akkor a természet azt jelzi neki, hogy ideje változnia, változtatnia. Azt érezte, azért kapt őket most is, mint egy jelet, hogy ott tegye meg az első lépést, ahol a legnagyobb szükségét érezte. Tudta, bármire képes, csak azt nem érezte még merre és hogyan tovább. Érdemesen harcolnunk, vagy feküdjünk csak rá a hullámunkra, és hagyjuk, hogy zsodoljon minket, és éljük meg a pillanatot. A háborúban csak vesztesek vannak, van egy ilyen nagy mondás. Tehát, hogyha harcolunk, akkor abból én azt gondolom, hogy mindig van olyan fél, aki sérüléssel száll ki. Bárkinek, hogyha okozunk problémát kimondott szavakkal, tettekkel, akkor mi is sérülünk, és ez engem sem kerül el. Tehát az vesse rám az első követ, aki soha nem hibázott vagy harcolt. Az, hogy ráfeküdjünk a vízfelszínre és sodródjunk, és manapság már azért dobálózunk ezzel a flow-val, hogy csak éld meg a flow-t, a másik az engedd el. Nehéz, tényleg ezt is ugyanolyan nehéz, mint akár a birtoklási vágyat uralni. Viszont ha tudjuk és visszautalok arra, amit az előbb mondtam, hogy mik a vágyaink, vagy megismerjük önmagunkat, a saját határainkat, a képességeinket, és azt tényleg maximálisan kiaknázzuk, és abba pakolunk minden áldott nap, akkor egy idő után észrevétlenül csúszunk át abban, hogy egész egyszerűen csak megéljük a mindennapokat. De abban nincs feszülés, hogy én akarok valamit. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hova szeretnél még utazni? Vannak-e még kívánságaid? Fogsz érni? Nagyon sok kérdés. Igen, és mindegyikre tudom a választ. Mivel nagyon sokat utaztam, és ebben a könyvben összességében a három ázsiai országban, úgy döntöttem, hogy mivel a történet nem ért itt véget, mert nagyon ügyesen nyitva hagytam a történet végét. Felcsigázás miatt, és köszönöm szépen, igen, hogy olvastad, beszéltünk is erről. A többi utazásomat szeretném beleszőni abba az időszakba, ami a 19 őszi utolsó utazásom óta eltelt, azokat az élményeket, azokat a tapasztalásokat, és hát nem meglepő, valószínű új volt lesz a címe, csak kreatívan. Utazni mindenképpen szeretnék, Írországot fogom a végére hagyni, ha lesz ilyen. Van egy ígéretem, hogy Indonéziában három szigetet meglátogatunk a lányommal, mert ő kérte, eddig nem utazott velem, de kérte, hogy egyszer vigyem már el oda. Tájföldet mondta, de én ott már voltam, tehát hogy én oda már nem szeretnék menni, úgyhogy így lesz egy, én úgy szeretném, hogy ha már lehet utazni, akkor oda. És hát Londonban jó lenne egy picit visszamenni, mert ott van a kedvenc kávém. És szeretsz visszatérni azokra a helyekre, ahol már jártál? Rómába és Londonba, igen. Csak a két helyre. Igen, a többi helyre
többi helyre nem, viszont itt most az elmúlt másfél évben itthon olyan csodálatos helyeket fedeztünk fel, még akár 100 kilométeres körzetben is, hogy bárhol utazhatunk.